nálam lövészet lesz, mindenki tud próbálkozni. A Pandur portán lőttek, új lenyomatot olvastak és a részek szemüveggel ismerkedtek a fiatalok. Köztük Barát Zsófia Katalin, aki a nagyrécsei lakásotthonból érkezett. Nem járt még a Göcsei Falumúzeumban, ezért különösen örült a meghívásnak. Szeretek mindenfele járkálni, utazgatni, szóval ez engem örömmel tölt el. A programokat úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon számára kedves elfoglaltságot. Egészen a 3 éves kortól a 15-16 éves korosztály gyerekekig van sportfoglalkozás, logikai feladatok, kutyakuckó, babasarok, miniugrálóvár, főzőversenyt is rendeztünk a felnőtteknek, illetve a nagyobb gyermekeknek. Az ügyesebbek saját tehetségüket is megcsillogtathatták, volt, aki mesét mondott. Ugorjunk árkot, mondta a róka. Széles árok volt az erdő szélén. Tavaly ezt a rendezvényt Nagykanizsán a csótónál rendeztük, immár hagyományt teremtettünk ennek a közös együttlétnek, és tulajdonképpen ezzel szeretnénk a nyarat elindítani a gyermekeink számára, és egy közös együttléttel, egy közös örömködéssel, közös szórakoztató műsorokkal, és jó érzéssel szeretnénk a gyermekeket megajándékozni. A feladatok teljesítéséért pecséteket kaptak a résztvevők, melyeket ajándékra válthattak. Végül közösen elfogyasztották a felnőttek által elkészített ebédet.